Üdvözlet, Német Olivér vagyok, és a mai rész egy újabb Let's Go. Gondolom észrevettetek valami furcsaságot. Igen, úgy gondoltam, hogy leveszem a sapkát, hiszen jön a nyár, jön a jó idő. Itt is lesznek különböző programjaink, amikor is nem lenne túl jó sapkában lenni, mert egyszerűen lerohadna a fejem, és így is nagyon könnyen zsírosodik a fejbőröm. Gondolom, hogy páran feltettétek magatokban a kérdést, meg tulajdonképpen a kommentekben is erre utaltatok, hogy mi a franciát hordok én sapkát. Nos, ez igazából azért volt, mert könnyen zsírosodik a hajam, gondolom most is látjátok, semmi extra sem, és így ezt így nem igazán szeretem mutogatni alapból, úgyhogy gondoltam, fölveszem a sapkát. De valószínűleg még fogtok ezzel a sapkával találkozni. De térjünk vissza a Let's Go-hoz. A mai részben eljöttünk, itt Mórahalom környékén van egy kis község, amit úgy hívnak, hogy Ruzsa, és ide jöttünk a Homoki Lodge nevű szállodába. Így előjáróban ez nem egy fizetett reklám, nem kértek, hogy jöjjek ide, egyszerűen csak az asszonnyal, Cicával gondoltuk, hogy jöjjünk el egy kicsit pihenni, mert én már kb. December közepe óta nem voltam szabadságon egy napot sem. Úgyhogy kivettem most így ezt a kis pénteki napomat, és egy ilyen mini hosszú hétvégét kreálva magunknak, eljöttünk ide vidékre, és pihenünk egy kicsit. Szóval eljöttünk ide, és meg akarom nektek mutatni, mert ez a szálloda voltak éppen egy különleges szálloda, olyan téren, hogy nem csak normál szállodai szobákat tudsz itt bérelni, hanem meg is mutatom, hanem jurtákban. És így gyorsan az elejét kezdeném is egy gyors szobakörbe vezetéssel. Bejövünk a kis jurtánkba, és itt található egy ilyen kis előszobai rész, köntösökkel, meg széffel, meg minden. Itt van a kis minibárunk, van egy kis tévénk, ami itt elérhető egészen a mínusz egyedik szinten levő mini nappaliból, meg az első emeleten levő kis galériás hálóból is. És van ez a köztes rész, ahol ugye most én is állok. Itt az egész nagyjából körbejárható, olyan téren, hogy itt akkor még van egy fürdőszoba jacuzzival, ez a deluxe jurtáknak a része, és akkor itt van még a csap, a másik felében a jurtának pedig a WC van, ahol bejövünk. És ezek nagyon kis király jurták, mert van benne légkondi, ilyen szép, modern dizájnú az egész. Megpróbálom visszaadni a régi magyar dizájnt is, voltak éppen ezekkel a fás színezésekkel, az agancsal, meg hát maga az, hogy jurtában laksz. És mutatok nektek valami királyságot, amit még nem próbáltam ki, de meg akarok nézni. De följövünk itt az ágyhoz, amitől azért félni fogok egy kicsit, hogy le ne essek. És azt mondta a hölgy, aki ide vezetett minket, hogy elvileg itt a fölöttem látható tető az kinyitható így fölfele, és ez így akkor tud egy mesterséges szellőztetés is biztosítani. Nézzük meg. Hát ez nagyon menő. Hát én valószínűleg nem tudok kinézni, mert nem fogok oda tudni fölmenni, de nektek megadom azt a lehetőséget, hogy körbenézzetek a jurta tetején. Nos, a jurták közötti különbség igazából háromfajta jurta található. Van azt hiszem az egyiknek a Superior talán a neve. Az a legalapabb, amiben nincsen jacuzzi, hanem csak zuhanyzó van. Van ez a Deluxe, amiben van jacuzzi is, és van mi annak a neve? Van a legfullosabb, nem tudom annak a nevét most, az pedig nem ilyen emeletes elrendezésű, hanem az így az egy szintű, teljesen körbeálltó, és abban minden full extra megtalálható. És amúgy itt van Cica is. Nos, és igazából nem tudom, hogy ez a videó egy vagy két részesre fog-e sikerülni. Nem tudom, mennyi vágóképet, meg anyagot fogok tudni csinálni, hogy belefér az egy videóba. Valószínűleg, mikor már ti néztek ezt, akkor ti már ezt látjátok és tudni fogjátok. Nos, az első program, amire valószínűleg ma fogom majd menni, de ezt még le kell beszélni a benti recepción, az ez lesz. Ezekkel a kicsikékkel fogunk majd randalírozni a pusztán. Ezeket úgy hívják, hogy Fat Tire Bike, ugye gondolom, aki tud angolul, az rájött, hogy ezt miért hívják így, de azoknak, akik nem tudnak esetleg angolul, azoknak tudok segíteni olyan téren, hogy nagy, vastag kerekei vannak, amivel ugye könnyebben lehet a terepen mozogni, mint mondjuk a tank. Ja. Gyere, kutyi! És hozzámegy. Ja, úristen, de okos vagy. Mert hozzád jön? Nem.
már így leült. Most elindultunk egy ilyen Fat Tire Bike túrára. Nem igazán tudom, hogy merre lehet és mit találni, bár most a tulaj az előbb kijött, és mondta, hogy az e-mail címemre elküldött egy e-mailt, hogy milyen helyszínek vannak, amiket itt a közelben meg lehetne nézni. Figyeltek ránk? Aha. Itt a kicsi. Szeretnétek, hogy visszamenjen? Nem. Hogy jön? Gyere, Bánki, gyere! Gyere, gyere! Gyere. Gyere! Hát mi van? Nem tudja, hova jöjjön. Tudom, míg itt Bánki szórakoztat minket, addig Bánki. Egy kicsit hagyj beszéljek erről az egész helyről. Szóval ez a hely itt Ruzsa községében található, ami Csongrád megyének így a legaljában van. Tulajdonképpen Szeged és Röszke az egy köpésnyire van innen, de így a lehető legközelebbi település, amit bárkinek is bármit mond, az szerintem Móra halom. Beszélgettünk az itteni tulajokkal, és megérdeklődtük, hogy ez egészen úgy, hogy jött ez az ötlet, hogy ilyen kis jurtákban lehessen lakni, meg hogy miért vannak itt. És hát hamar kiderült a beszélgetés során, hogy ők külföldiek, és amúgy tudnak magyarul, és kiderült, hogy a férj az itt a jugoszláv háborúnál itt élt ezeken a területeken, nem tudom, hogy most pontosan itt el, vagy pedig máshol, de az a lényeg, hogy ezen a területen élt, abból a célból költözött ide, hát Magyarországra, hogy vadásszon, és nagyon megtetszett neki ez a terület. Most már azt mondta, hogy azt hiszem 20 éve, vagy, hogy itt lakik. Nagyon megtetszettek nekik ezek a jurták, és gondolkodtak, hogy kellene egy olyan helyet nyitni, ahol ilyen jurtákban lehetne lakni. Azonban nagyon nehezen vitelezték ki, és hát tulajdonképpen nem is a kivitelezés, hanem a tervezési folyamat volt az, ami nagyon-nagyon sokáig tartott, és nagyon nehézkes is volt, mert nagyon sok tervező szenvedett voltak éppen azzal, hogy ezeket meg tudják normálisan tervezni. De végül elhatározták, hogy akkor nem kérnek segítséget, hanem ezt ők maguk ketten megoldják. Lehet ott bent a lodge-ban, ugye a házban is szobát bérelni. És még egy érdekesség így a jurtákkal kapcsolatban, összesen 7 darab jurta található a szállás területén, és mind a 7 jurta a régi 7 magyar vezérről lett elnevezve, Álmos, Elő, Dont, Kont, Tas, Huba, Töhötöm, és mi például Kontban lakunk. Nagyon érdekes sztorikat hallottunk a tulajdonosoktól, és hogyha erre jártok, és ide látogattok, akkor mindenféleképpen érdeklődjetek afelől, hogy hogyan jött ez az egész hely létre, meg hogy milyenek voltak az elmúlt éveik, mert nagyon kalandos élete volt, főleg az úrnak.